és megyünk a másikba be. Aminek Hellpoint a címe, így is van. Na, hát szívás lesz a Hellpoint, nehezen ülök le elé. Abszolút nem egy olyan játékélmény ez a game most jelenleg, amire azt tudnám mondani, hogy mint ahogy a Souls játékok szoktak lenni, hogy nagyon különösen élvezem, és jaj de jó, hogy izé már megint ezzel játszhatok. Egyébként, mint Souls, így vonz, meg nyomom, látjátok meg minden, de nagyon nagy problémák vannak a játékkal szerintem. Nagyon olyan, mint hogyha félkész lenne. Iridnovo már meg is jött a chatre, szavasz Iridnovo, mi a helyzet? Vagy chatbot, egyébként még mindig. Holnap is fellépésünk lesz, vasárnap meg lelátó bővítés. Azt a mindenségét hallom. De hogy bővíteni kell a lelátókat ilyen időkben, amikor most konkrétan azt gondolná az ember, hogy nagyon kevesen látogatják a színházakat. Archaeology Underside. Ez a következő hely, ahol progresszelni fogunk. Úgyhogy jól emlékszem, akkor innen, vagy ide, vagy az Archaeology-ból jöttem. Hogy is volt? A Sound Districtből mentünk át az Alma Mater Atriumba. Ott volt még egy ilyen Alma Mater nevű hely, volt egy Ortega Tower. Hát, gyerekek, fogalmam sincs. Lehet, hogy a Towerbe jöttünk be az Archaeology-ba. Nem tudom. Nem tudom, de abszolút nem ad a játék semmilyen egyértelmű magyarázatot arra, hogy melyik helyszín kapcsolódik melyik másikkal. Hogyha ide bemész, akkor a másikba hogy jutsz el. Elég izé. Zűrös ennek a játéknak a map dizájnja. És összességében nem is csak a map dizájnnal van problémám, hanem mik ezek a kis akadozások. Hanem engem az is nagyon tud zavarni például, hogy meg kell... Ki lehet itt ugrani? Nem. Tehát, hogy megküzdesz a bosszokkal, és utána ugyanazokkal a bosszokkal találkozol mobok formájában gyengítve. Ezt hogy találták ki? Ez itt micsoda? Ezt már megnéztem egyszer, elnézést. Ez volt a zsilip, ugye? Amin keresztül mentünk. Közben hallgatózom, mert nyitva van az erkély ajtó, remélem, hogy nem lesz probléma. Tehát, hogy nem fog behallatszani a kutyaugatás, meg ilyesmi az odakintről, a hátsó udvarokból. Ott van kint egy item, nézd. És oda hogy mehetnék fel? Lehet, hogy itemekkel akarják jelezni, hogy oda nekem ki kell menni? Már most problémában vagyok, hogy nem tudom, hogy merre kell tovább menni innen ettől a breach-től, ami itt van. Archaeology Underside, ugye? Itt adják be a feliratot, hogy tudd, hogy merre vagy. Hogyha kinyitnánk ezt az ajtót, ez egy lift. A karakterünk lélegzik. Miért lélegzik a karakterünk? Elmentünk a múltkor egy olyan helyre, ahol... Megjött? Megjött, jó, akkor tudjuk, hogy van itt egy lift. Szóval elmentünk egy olyan helyre, ahol nem volt oxigén, ahol megfulladt a karakterünk, ugye? Ezt a helyet lehet, hogy nem ártana. Várjál, itt meg visszamész? Úristen. Oké, értem eddig. Itt már háromszor voltam. Szevasz, kifa! Mi a helyzet? Üdvözöllek, de rég láttalak. Remélem, hogy jól vagy, és hogy minden szuper nálad. Úskacok. De idegesítő ez. Hát akkor csak egyfelé lehet menni tovább, mégpedig erre. De akkor ki kell mennünk oda? Na jó, várjál. Kiengedjük az oxigént. Zsivip, igen. És most fogunk megfulladni már megint szerintem. Ajajajajaj. Na itt voltunk elég nagy parában. El kéne érnünk egy következő helyet, nem? Nem az lenne itt a cél, hogy eljussunk valami helyre, ne fulladjunk meg. Menjünk ide fel, hát ha itt van valami. Ó, dehogy van. Nagy... Tudjátok, hogy mi. Darkest maximum. Ott vannak kint a szoljaink. Refined Carbonért jöttem le ide, el se hiszem. Hát azt bárhol máshol is szedhettem volna. Jó. Megfulladtunk. És most ez lesz minden alkalommal? Vagy lehet, hogy úgy lesz kitalálva a játék, hogy ide máskor jöhetek be, amikor már van valami felszerelésem az oxigén hiány ellen? Hunyadok a melegben, gondolkodom, hogy játszani kéne valamit. Na, és ilyenkor lép ki a játék persze, mert marha jól rakták össze a Hellpointot. Menjünk be még egyszer. Az első halál után van valami Termination téma. Ami a pont exit lelövi szerintem. Ebből a játékból láttam pár részt, nem tűr a csajna.
Se tetszik? Se? Hát nekem se, az a bajom. Jelenleg. Most azért vannak tőle kisebb csalódásaim az elmúlt két epizód alkalmával. De remélem, hogy hamarosan a végére érünk most már, ha level 56-on állunk. Ja, de tetszik. Nem tudom, figyelj, azért ennél sokkal jobb Souls játékok is vannak. Kicsit bánom, hogy ezt kezdtük el, nem pedig a Mortal Shell-t. A Mortal Shell az egy írdatlan király kis játék. Erre most így ezzel az indie Souls-zal játszom, amit ingyen kaptam meg. Nagyon rendesek egyébként a készítők, hogy elérhetővé tették, de azért valahogy megcsinálták volna ezt a játékot úgy, hogy te meg mi a... What? Pusztulj már el! Marha jó. Menjünk ki. Nekem nem, de nem vagyok nagy szóhozos amúgy sem. Megértem. Jó, és akkor itt kell elkezdenünk sprintelni, mint egy hülye gyerek, ugye? Egyik helyről a másikra. Ott ugrunk ki, és remélhetőleg a lift tetején meg fogjuk találni majd azt, amit keresünk. Lehet, hogy lefele is mehettem volna ezzel a lifttel. Oké. Hova megyek? Hova az Istenbe megyek? Egyre távolabb viszem ezt a 10 000 szólt. Jobbra kellett volna menni? A fene a pofámat. Jézusom, megint meg fogok fulladni. De már nagyjából megvan, hogy merre lehet menni, csak... Be tudok menni még? Ó, az még rá... Úristen, még ráadásul le is estem. Most egy csomó ideig volt oxigénünk. Nem lehetne olyat csinálni, hogy... Mindegy, megyünk tovább, megpróbálkozunk el még egyszer. Valamiért ez jobban tetszik eddig, mint a mortálsát. Tényleg? És mi alapján? Nagyon kevesen vannak itt szerintem egyébként, akik hasonlóan éreznek a Hellpoint-tal kapcsolatban. Szevasz harcos, üdvözöllek! Hát akkor most akkor megint. Gyere ide! Csak pusztulj el szépen, azaz. Most már nagyjából megvannak az irányok, most már nagyjából tudom, hogy merre kell menni nagyon gyorsan, de van egy olyan érzésem, mint hogyha kellene ide valamilyen set. Valami item. Mondjuk az Omnicube nem tudna esetleg oxigént szolgáltatni valamilyen szar módon. Oké, stamina regen. Futás. Lehet, hogy át tudnék menni itt egy másik részére a mapnak, de... Hát a fene se tudja, oké. És itt fordultunk erre. Most egy kicsit gyorsabbak vagyunk már, mint az előbb voltunk. Nem messze bölgáz. Most random haltunk meg. De az előbb miért nem haltam meg akkor? Csak néztem pár részt mind a kettőből, valami jobban megfogott ebben. Az eleje az nem volt rossz a játéknak, viszont ahogy progresszelsz benne és rájössz a kis hiányosságaira, hogy nincsenek mobok a játékban, csak bosszok, és utána... Na gyere! Most gyorsabban ment, meg se tudod sebezni. Tehát, hogy ja, fel se tudtuk venni a 10 000 szólt, persze. Na így a király. Még veszteségünk is legyen ott az útvonalon. El tudom képzelni, hogy tényleg rossz irányba megyek. Nem tudom, mit kezdtem elmondani. Ja igen, hogy csak bosszok vannak a játékban, és utána pedig megtaláljuk ezeket kisebb mobokként. A map designnak a teljes értetetlensége, fogalmat sincs, hogy hova mész, tehát ötleted nincsen, hogy melyik helyszín kapcsolódik melyik másikkal, ezt most elrontottam. Miért fogok megfulladni, hogy itt elrontottam ezt? Figyeljünk oda majd a HP-nkra. Lehet, hogy a HP miatt halunk meg? Mi ez a radiation csíkot jobbra? Nagyon megy le... Egyre szarabb helyeken pusztulunk el. Tényleg nem erre kell menni? Tényleg szivatnak? Archaeology Underside-ban. Pedig egyébként ott van végig az útvonal, végig lehetne menni rajta, csak... Ez a... Egyszer sokáig mész előre, egyszer rohadtul nem mész sem eddig. Mi nyomta rám a... Na izét? Hoppá, de szép támadás volt. De szép kitérés volt.
Valami rám nyomott, ott egy olyan radiation-t, amivel... Szerintem abba haltam meg előbb. Az lehet? Alacsony oxigén szint még lehet, hogy önmagában nem lenne gáz. Mehetek. És ott pörög fel a radiation, mint hogyha valami bántana minket, nézd meg. Ott megy a jobb felső, vagy jobb alsó sarokban a méter felfelé. Mi az, ami minket bánt? Jó, most elértünk legalább idáig. És hogyha itt erre mennék, itt mi lenne benne? Itt van valaki szkafanderben! Jó, legalább láttuk, hogy... Mindegy, nem mondok erre semmit, mert csak felidegesítem magam szerintem. Ez tény, hogy lehet, hogy most itt is valami... támpon? Vagy mi? Hogy lehet most is valami támpon? Lehetne, nem? Mert amúgy nincs. Hogyha itt esetleg ide... benéznék... Ja, lehetne, de... Na jó, gyere, persze, nyilvánvaló kapitány. Összecsicskítanak téged is. Hallod, meg akarsz ölni? Meg. Jó, nem, milyenkor már nem számít. Űrruha kellene, igen, de viszont azt fel lehet venni csak úgyból. Tehát ahhoz nem kellnek statok. Az csak annyi, hogy oxigént szolgáltat. Egyébként nem is értem, hogy egy ilyen szintetikus személy, mint ő, neki miért kell oxigén kint az űrben. A sugárzás, azt megértem persze, az oké. Okay. Az űrben vannak különböző sugarak, amik mennek a végtelenségig, de... De oxigén miért kell nekem? Gyerünk. Nem akarom, az a baj felfüggeszteni a végigjátszását ennek a játéknak. Hogyha már ennyire belekezdtünk, mert itt vagyunk, szerintem tovább vagyok már a felénél, legalábbis erősen remélem, hogy tovább vagyok már a játék felénél. Utolsó próbálkozásunk az űrbe kimenőleg. Utána pedig... nem erre. Utána pedig... Most már mondjuk körül is nézhetnék. Tudom, hogy vesztegetem az időt, de lehet, hogy közelebb találnék valamilyen helyet, ahol lehetne valamit akciózni. Hogyha lemennék, nem lenne ott semmi. Lehet, hogy radiation-nel kell játszom, de nem, mert akkor is megfulladok. Idáig el tudunk érni általában. Majd itt szokásunk nekünk meghalni. Hogyha bejövünk ide itt... Ugrás közben pusztulunk el. Iridnovo, hogy már most gyűlöllek. Oh my god. Semmi baj. Csináljunk egy olyat, hogy visszamegyünk az observatóriumba, jó? Hát, hogyha ott hátul volt valami hely, ahova elmehetnék. Szinkronizálunk, igen, mert ide biztos, hogy vissza kell jönni. Itt látszik, hogy lehet tovább menni a játékban. Transportáljuk magunkat. Itt van a helynek a térképe egyébként. Az observatórium van középen. Alul volt az Ikari Walkways, azt már szerintem megcsináltam. Az Alma Mater Atrium, az szintén belül lehet az Ikari Walkways-en. Kicsit nem értem most azt, hogy nem az a folyamat megy le a HP-d, és akkor meghalsz, hanem fél HP-nál úgy gondolja, hogy igen, én se értem, hogy mi miatt. Ne is kérdezz, nem tudom megmondani. Őrület, ami ebben a játékban folyik, és semmi nincs megmagyarázva. A Souls-okban általában nagyon szűkölködő az információ forrás, tehát hogy bármiről megtudsz bármit is a játék során. Nagyon, nagyon kell figyelni, és nagyon nehezen lehet összerakni a dolgokat. Ez így szokott menni, de itt most egy kicsit túllőttek a célon, szerintem. És akkor még ennek is van egy következő lépése, egy fokozása, amikor a... a Mortal Shell-ben az összes item olyan, hogy ki kell próbálnod, mielőtt... megtudod, hogy mire való. Tehát ilyen consumable-ok, meg ilyesmik. Aj, lehet, hogy beszélni kéne az indiánnal. Nem tudod, hogy melyik item heal-el, melyik nem heal-el. Akkor tudod meg, amikor már eleget használtad. És sokszor még az első néhány használat sem vezet... sehová. Visszatértél? Nem gondoltam volna, hogy megcsinálod, de tovább mentem. Nem figyeltelek.
Nem akartam a meglepetést tönkretenni, mondja nekünk a furcsa indián. És nevet továbbra is. De most miért üljek le? Megváltoztál, láttál dolgokat? Van oda bent valaki? Hehe. Ez a hely olyan zajos. Problémám van a koncentrációval. Olyan sok sikoltozó, üvöltöző lélek jár erre, kísértetek. És másféle zajok annyira furcsák, hogy nem értem, hogy mit mondanak. De hogyha nagyon odafigyelsz, hogyha kiszűröd a zajt és koncentrálsz a hangokra, akkor hallod? Az örök éjszaka lényei magasan fölöttünk járnak. Legendák védelmeznek minket. Ez a tűz megmelegíti a csontjaim. Hosszasan nézhetsz bele és gondolkozhatsz. Nézd bele most, mondd el, hogy mit látsz. Hát... káoszt. A káosz lehetőséget ad, de nem túl hosszan. Viselted ezt a tüzet. Annak érdekében, hogy pusztíts vagy alkos. Mit fogsz tenni ezzel a sok erővel, ami benned van? Még több káosz teremtesz, vagy megpróbálsz rendet teremteni? Furcsa gondolatok vándorolnak át az elméden. Furcsa kísértetek mozgatják a tested. Emlékezz a tűzre. A tűz majd melegen tart és előre nyom. Csak akkor veszítesz, hogyha feladod. Hát így kösz szépen. Pihenj, haver. Gyűjtsd össze a gondolatait. Az a baj, hogy most hiába beszéltünk vele, még lefordítva sincs értelme ennek az egésznek, amit mond. Értem én, hogy izé spiritekkel van itt... azt nem tudtam elverni. Kapcsolatban a csávó. Merre lehetne innen visszamenni az előző helyszínre? Lehet, hogy ez lenne az ajtó? Menjünk vissza, menjünk a játék legelejére, nézzük meg. Az embassziba bemegyünk, igen. Ott még volt egy irány. Ugye mindig balra mentünk, az első boss után balra fordultunk, úgy jöttünk át ide. Viszont jobbra még nem néztük meg, hogy mi van. Á, nem gond, kifa. Mesélj inkább, minden szuper veled? Mostanság. Itt egy bridge, ezzel connectelünk. Hát, ha meghalnék. És innen, elméletileg, ha erre megyek szembe, igen, ott vannak még mobok. Hát akkor lehet, hogy ráleltem így most ezzel a továbbjutásra, de az is lehet, hogy rohadtul nem. Kicsit hanyagoltam Surit és a Huntot, most a PUBG-ra kaptam rá, meg néha Cségó. Úristen, miért csináld ezt magaddal? Ezek szörnyűek. Jó, azt hiszem, hogy elvertem. Számottevő. HP vesztés nélkül. Nem ám amúgy megértem, hogyha valaki szereti ezeket a játékokat. A Huntot most én is hanyagoltam, mert nem volt túl sok időm játszódni streamen kívül. Mindig volt valami, amit csinálnom kellett. Most nagyon felpörögtek az események. Munkában is. A streamet illetően is rengeteg fejlesztés van éppen. Csávó nem talált elvágott, átütött a fejem fölött. Szóval nagyon-nagyon sok minden volt, amit csinálnom kellett, és emiatt kimaradt nekem is a vadászat. Pedig egyébként imádom azt a játékot. Mi? Kinyitottam egy random ajtót? Ryzen Dominion. Ezek szerint elmehetnénk annak a fajnak az otthonába? Először nézzük meg, hogy erre mi van, jó? Szeretem a PUBG-t, csak vannak olyan időszakok, amikor kiégek, és pár hónap off, és mással játszok. Megéri abba hagyni? Nem veszítesz túl sok skillt? Nem vagyok benne jó. A hallás nagyon sokat számít, vagy a fülem, vagy a fülesem gyenge hozzá. Az igaz, hogy a Huntban minden a hallás. Emlékeztek rá, hogy innen indult el a játék? Jézusom. Na, nem kezdjük el még egyszer a legeléről, de legalább ott volt egy Ryzen Dominion nevű hely,
ahova bemehetnék például, az nem menne szar. Akkor most már tudjuk, ki van nyitva itt a shortcut a játék legelejéről. Az ott egy item? Azt hogy visszaeltem el? Nem is volt ott eddig. Vagy random tűnnek fel egy párhuzamos dimenzióból dolgok? Incelium Rod. Na ebből sem csináltam még semmit. Mi az a skill? Ja, oké. Hát én sem voltam ügyes sosem. Mondjuk voltak jó pillanataim a Huntban, de alapvetően nem érzem úgy, hogy... Tehát például Shuri sokkal jobban átlátja a mapot, sokkal jobban map ismerete, sokkal jobban reagál egy-egy összecsapásra, tudja, hogy mikor kell googolva haladni, mikor kell futva menni, még akkor is, hogyha emberek vannak a közelben. Szóval ő nagyon-nagyon sokat belerakott időben a játékba, és igazán jól sikerült neki elsajátítani a játékot, de nem tudom, hogy most játszik-e vele. Amikor a fény kihúny, üdvözlünk téged a sötétségben, ez van ide a földbe vésve. Stabilizáljuk ezt a breach-et. Oké, okay, most elérkeztünk a 25,600, 600, 700, 600, 700, 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 700
számláló, nem tudjuk, hogy mit mutat. Szerintem mostanságú is hanyagolja, szólóban nem a legjobb tolni, megértem. Ez lehet, mondjuk én szólóban játszottam a legtöbbet, ugye quick play-eket. Nekem az bejött, az király volt. Én szerettem nagyon quick play-ezni. Beszélni nem tudok, azt nézzétek el nekem. Mi ez a hely? És mik ezek az irányok? Nézzünk körül mindenhol is, mindenhova be akarok menni. Mentünk fel a lépcsőn és jobb kéz felé elfordultunk először. Milyen lények laknak itt? Ez velem... szemben áll. Jó, ez egy új enemy típus. Ott is van egy. Érdekes. Ez mi? Köszönjük, hogy megnyitottátok a kaput a ti dominionotokban. Azért, amiért megmentettetek minket, nektek adjuk a húsunkat és a vérünket. Hát oké, szóval akkor ez a másik faj. Nekünk adta a húsát és vérét, mi az Istent akar ez jelenteni? És itt is vannak elágazások, nehogy valaki jól érezze magát. Menjünk akkor erre. Ez milyen ajtót fog itt kinyitni? Ó, nyilvánvaló kapitány. Ronda kutya egyből támad. Csak el megpurcannék. Helyes, helyes. Itt egy item. Incelium ingot. Lehet, hogy találhatnék titkos szobákat mindenfelé, csak nem nagyon nézegetem. Entropikus mélékonduktor. Oké. A Mass AI-ról szereztünk itt tudomást, nem olvastam el, mert nagyon hosszú akart lenni. Elnézést. És akkor innen nem ismertünk tovább. Jó, akkor most megyünk arra, amerre elkanyarodott az útvonal. A nagy lépcsőn még mindig nem mentünk fel. Azt ne felejtsük majd el, hogy a Breach-től felfelé a lépcsőn még nem voltunk. Itt volt egy enemy, ja, ott van. Nutellás kenyér? Oké, jól van kifa, hajrá! Jó szórakozást kívánok! Annyira szar, hogy leesik a földre, utána nem tudod elverni. Nem? Tehát ilyen... ütögeted, de minek? Ezeket, hogy felrobbantanám, biztos, hogy meghalnék. Sugároznak, csak mondom. Hallok valamit. Ja, itt másznak elő a földből, ezek a lények. Undorítóak. Van még? Ott is van egy. Az honnan jött? Nem olyan tudnak bántani, és nem igazán adnak XP-t sem. De elég szar, hogy jönnek. Úgyhogy majd még mindig van itt valami. Vegyük fel az itemet. Rációt kaptunk. Biztos izé kaja, ellátmány. Ezt már olvastuk egyszer. Igen, hogy az Horizon nevű faj 152 évig választotta az életet. Mármint, hogy emberi mértékben 152 éven át. Utána meghalnak.
annak ellenére is, hogy ők ugye halhatatlanok egyébként. Tehát, hogy elérhetnék azt, hogy mindig is éljenek örökké. Hát ez a csicska kutya, Sphinx, madár, alien, ez nem tud mit csinálni. A lépcső tetején látok ott valamit, azzal majd megküzdünk, de egyelőre megnézzük, hogy a másik oldalon is mi van. Semmi. Fel lehetne oda ugrálni? Várjál, nem, itt van egy lépcső. És a lépcső végén van egy hely, ahol be lehet menni. Oké. Jó, ez megvan. Ez micsoda? Valamilyen információt szereztem. Sötétség mindenhol, ahova nézek. Mit is csinálunk mi itt mindannyian? Minél kevesebbet hiszek, annál erősebbé válik a fény. Nem tudok tovább részese lenni ennek. Elgyalogolok. Tényleg depressziósak voltak, ez itt tök jól látszik, csak találtunk egy bridge szinkronizálót. Ezzel fogunk tudni bonfire rendszert, fast travel rendszert kialakítani. Ez egy carbon scrap. Ide nem mehetek be. Hallok valami lényt mászkálni viszont. Ott van. Oké. Mit rejtegetett? 111 axiont. Kicsit úgy érzem ezzel a szintlépés rendszerrel kapcsolatban is, hogy annyira feleslegesen lépem a szinteket. Mármint így, hogy nem nehezítettem a játékon. Megyünk benne előre, de... miért lépem a szinteket? Hiszen az alapfegyverrel mindenkinek szétverem az arcát. Most akkor ez... ez egy boss volt annó, nem? Nem tudom megsebezni. Állj! De, most már de. Animáció közben nem lehet megsebezni. Néha nem engedi. Jó, 1650 XP-t adott. Nem volt nehéz mob egyébként. Csak furcsa volt, hogy néha sebezhetetlenné vált. Ezt egyébként a csávót már megöltük egyszer boss formájában, ugye? Ketten is voltak ráadásul. Gyere, Sphinx. Egy meghalt. Ezeket el lehet olvasni? Nem igazán. Nézzük meg, hogy mit csinál ez. Ki ne égjek. Hát igyekszem. Köszönöm. Kicsit nehéz ebben a játékban előre progresszelni. Olyannak tűnik, mintha mindenhol elindulhatnál, de nem feltétlen érnél el akárhová is. Nekem ilyen érzésem van ezzel a játékkal kapcsolatban. Oké, itt megvannak a fények. Legalábbis annak a hiánya. Carbon scrap, nagyon jó. Hát én nem hiszem, hogy ezek túlzottan veszélyt jelentenének ránk. Inkább azzal van a gáz, hogy sokan vannak. Szia Lila, mi a helyzet? Jó, persze, meg kell várni, amíg fel kell. Carbon scrapek. Két ilyen szar. Nagyon jó. 33 axion. Carbon scrapek. Még mindig nem tudjuk, hogy mire való. Itt fel lehet menni egy lifttel. Itt nincsen semmi. Ha felugrálok. Nope. Beakadtam. Mi? Találtam egy titkos ajtót? Na hagyjad már. Tök random. Induction shield conductor. Hát jó, nem tudom, hogy ezt megéri-e használni, vagy ilyesmi. Ez mit csinál? Ez egy újabb titkos járatot eredményez. Itt szerintem mindent felvettem. Jó, akkor két irányba lehetett elmenni, az egyik lift vitt felfelé. Vagy van még itt ez. Ezt gondolom, hogy Jack utca lett volna, hogyha innen jövök. Messze vagyunk a bridge-től nagyon. Megyeget a munka? Te ilyenkor dolgozol? De rossz. Kitartást kívánok hozzá, nagyon rosszul hangzik. Ide meg nem mehetünk be érdekes módon, nem engedi, hogy aktiváljam.
Ezt a csávót meg nem tudom, elverhetnénk relatíve könnyen szerintem. Hallok itt valakit futkorászni. Ja, te vagy az, mi? Hát, és akkor semmi nincs itt bent. Marha jó. Nézzük meg, hogy mi van itt szemben. A csávon kívül. Ez most relatíve könnyen ment. Csak 6-tól 10-ig dolgozol? Na, az mondjuk vállalható egészen. Hát itt minden szuper. Kevesen vagyunk, nem sokakat érdekel ez a játék szerintem, egyre kevésbé engem is. Vagyis, hogy egyre kevésbé érdekel engem is. Ettől függetlenül, hogyha már ilyen sokáig eljöttünk benne, akkor megpróbálom végigvinni. Ott középen mi van? Ott egy breach. Ide be kell rakni valamit? És akkor feljön a nagy lift? Aha. Missing seal. A breach-et ezzel megtaláltuk. Ezt szinkronizálni is kell szerintem. Nincsenek szíljeim. Vajon hányat kell összeszedni? Szinkronizálom mindenképpen, mert ide látszik, hogy vissza kell jönni majd később. Elkezdhetnénk ugrálni, amitől hülyét kapnánk valószínűleg. Jó, ez is missing. Ez is az? Na, jó van, hát akkor egy sincsen nálam, oké. Nagyszerű. Hogyha ide megyünk erre, akkor rá tudnánk ugrani. Hát ez egy kicsit necces. Talán innen oldalról. Ilyen helyet miért raknak a játékban? Ez egy nagy ugrás, ez izmos távolságban. 111 axion. Semmit nem ér. Ó, oh, fasza. Na, jól van, hát akkor működik a... Nézd, ott lent vannak emberek. Oda le lehet majd menni. Oké, ezt is megtudtuk. Nem vagyunk messzire a breach-től. Gyakorlatilag az összes halálunk eddig az nem fightból származik, ami egy Souls játékban elég meglepő azért, nem? Hogy nem fightokban halunk meg, hanem vagy az oxigénünk fogyott el eddig, vagy pedig leestünk valahonnan. Mindegy. Most valami támad? Egyből a breach-től? Hogyha arra mennék, ott volna valami item, ugye? Ez padon. Az valami fegyver. Itt van egy item. Mi ez az ez padon? Ahhoz kellene 11 erő. Mhm. A legtöbb fegyverünk... Mi ez a real... Mi? Wait, ez egy másik fegyver? Ez micsoda? És ez hogy került hozzám? Ez is reflex fegyver. Ez is hogy került hozzám? Nem is értem. Vannak új fegyvereink. Nézzük meg őket. Reflexesek. Na hagyjad már, hát ez túl OP-nak tűnik. Hát ez nagyon OP-nak tűnik egyelőre. Oké, nézzük meg a másikat, amit találtunk. Az meg valami real? Nem tudom, mi az Isten, hogy kell kiejteni. Ó, ez olyan, mint egy bökő. Igazából egy fűrész. Kicsit emlékeztet a Bloodborne-ra. Jó, vigyük tovább, aztán nézzük meg, hogy mennyire használható. Hogyha jön esetleg valamilyen enemy, akkor azon le is tesztelhetném, de úgy tűnik, hogy itt semmi nincs. Akkor megint feljöttünk egy helyre, ami tök jó, hogy itt van. Milyen kár, hogy semmi nincs itt. Aha. No. Semmi. Üres. Nagyon jó. Tetszik ez a hely. Tetszik, hogy beleraktak egy ilyen fordulót, hogy nehogy a végén legyen ott valami. Melyiket csicskicsuk meg az új fegyverünkkel? A kutya fel fog jönni? Gyere el, csávó, gyere! Jön már. De vajon működni fog ez így? Fog-e ez így? Értem, hogy kétszer támad. Hát, nagyon, nagyon gyökér damage-e van. Mondjuk úgy ver, mint egy állat. Hogyha egy kicsit feltápolnám. Ó, oh, imádják ezeket a lövéseket. Az kemény. Ebből kapjuk a radiation-t. Nyomjunk egy kis HP-t magunkra. Hát az új fegyver tápolás nélkül nem hiszem, hogy megéri.
használni. Jó, ez megvan, akkor már csak a kis gyökér Sphinx maradt. Mondjuk tehát 1v1-ben meg működik a Sphinx ellen, hogyha megnézitek. Érdekes. Hajjaj. Én használom ezt a fegyvert, tökre bennem van, hogy valami új fegyver is jöhetne most már ahhoz képest, amit használtunk eddig, mert nem volt értelme fegyvert váltani. Jól van, nyomjad Axil. Hát ha találsz valami izgibbet, szia-szia. Megmondom őszintén, hogy én is szenvedek ettől a játéktól. De végig kell, hogy vigyem. Ha már belekezdtünk és ilyen hosszasan eljutottunk benne. És itt végig lehetne ugrálni? Vagy megint az jön, amikor izé? Várj csak, ott mentem le, ugye? Tehát akkor körbeért. Hát majdnem. Egy negyed kört csináltunk. Nem az, hogy maximalizmus, hanem megkaptam ingyen a játékot, tudod, és akkor már nem... akarom kidobni, úgymond, ha már a készítők elküldték. Jókat nem sokat tudok mondani róla, az biztos. Az jó volt, szép ugrás, fasza. Nem igazán lehet kiszámolni a sprintelős ugrás és a sima ugrásnak a különbségét. Kicsit necces benne az ugrándozás emellett, az alacsony gravitáció mellett. De hát ettől függetlenül azért csináljuk és megpróbáljuk összeszedni azokat az itemeket, amiket odaraktak elénk. Azt hiszem, hogy a hátunk mögött voltunk, ugye? Arra mentünk eljebb. Itt nincsenek ilyen jumping szarok. Ott jön már a kis izénk. Ghostunk. Na gyere. És ha így kicskítod, akkor semmit nem számít. Hát nem sokat, ha... Működik ez, nincs itt nagy baj. 22 év múlva leverem. Helyes. Hát arra nagyra mellett, hogy rá sem merek menni. Amúgy most ilyen durvítás van itt, ha jól látom, valami vihar van. Ott voltunk fent. És oda kimehetnék mondjuk innen? Minden bizonnyal igen. Ugorjunk egyet. Álljunk hátra. Vagy lehet, hogy nem is kell sprintelni, csak így. Aha. Csak simán ugrunk. Ezer akción. Nagyon jó. Oké. Ez is megvan. Itt fel kell menni. Mit fogunk fent találni? Egy active core-t. A jó Isten tudja, hogy mi az, de nagyon örülünk neki, hogy most már ilyenünk is van. Ott is van egy item. Faszaugrás volt! Ez azt igen, haver, megcsináltad. Szevasz moslék, mi a helyzet? Tehát... A kis ugrás az most nem volt annyira nagy. Az volt benne a funny, hogy nyomtam a sprint gombot, de még nem indult el a sprint animáció. 9-szer haltunk meg ez alatt az epizód alatt. De semmi probléma, attól függetlenül megyünk tovább benne. Minden szuper nálunk moslék, minden frankó, csak a játék az, ami nehéz. Mármint, hogy nem az, hogy nehéz, hanem... Hát van egy csomó elképzelésem a tök jó játékokról, és ezt így valahogy nem tudom beleilleszteni a tök jó játékok közé sajna. PS-ről vagy ma is? Ú, szegény. Mármint a... El tudom képzelni akkor, hogy milyen szar lehet írni. Kockákat azért nem veszítjük, a képkockákat, igen, jól van. Akkor most sprintelős ugrással légy szíves, menj ki oda, nagyon jó. Itt sima ugrással léci, köszönöm. És akkor mehetünk oda is, meg is van. 2-22 axiom miatt kockáztattam meg az életemet. És itt tudok ilyet? Elindult a sprint, és egy jó ugrással. Beleestünk a kék takonyba, ami ott lent folyik. Dead Risingot a népnek? Hát hogyha működne, akkor játszanám szívesen, de PC-re annyira bugosan adták ki, háromszor elkezdtünk vele játszani, és már azok alatt a próbák alatt is ilyen 5-6-szor crashelt a játék, tehát így nem értem, hogy hogy csinálhatták meg ilyenre. Nagyon szomorú, pedig egyébként egy tök jó kis játéknak néz neki,
Én legalábbis tökre imádnám, hogy megyünk és zombikat hentelünk szarásig. Gyere! Azt hiszem, hogy meghalt. Kellene kicsit felturbózni ezt a tört, mert szerintem ezzel működne a végigjátszás. Ja persze, itt ezen a helyen nem volt semmi. PS-ről toljam? Na ott biztos, hogy működne, ott nem hiszem, hogy lennének crash-ek. Csak akkor meg kéne vennem még egyszer azt a játékot, amit már egyszer ugye megvettem PC-re. Gyere, dogo! Inkább téged verlek meg előbb, jó? Pedig el fogom verni. Most lesz a healing. Az igen! Hallod, hogy leszette már a HP-nkat? Ilyen brutális radiation-t nyom ránk amúgy. És hogyha elmennék a közeléből, akkor abba hagyná. Érdekes. És mikor megy le a radiation értéke, vagy mértéke? Most le fog tolni a halálig egészen? Mármint így HP ügyileg? A mindenségit. De szarul állunk. Nyomok egy kis HP-t. De megy tovább lefelé. Akkor ilyenkor kell használni egy ilyen consumable itemet? Lehetséges. Hogyha még lesz rá esetleg időm. Az inventoriból előkaparni, de hát a fene sem tudja, hogy merre vannak ezek. Regeneratív nanobotok. Hát ennek lőttek. Ez most már bennünk van, ez a radiation. Harmadik rész kivételével minden megvan neked? Not bad. És melyik volt a kedvenced a Dead Risingok közül? Én imádom a zombis játékokat, tényleg. Hát a legtöbbet szerintem már itt a csatornán végig is játszottuk, ami ugye értelmes volt. Kivéve még ugye a... Na, mi annak a neve? Tudjátok, hogy mi a neve? Walking Dead. Azzal még nem nyomultunk nagyon. Kipróbáltuk, de á. Lost Hatchet! Nézzük meg ezt a fegyvert. Jó, hát ezzel is nyomulhatnánk. Ez STR és reflex fegyver egyszerre. Erre mentünk, úgyhogy erre megyünk tovább. Xbox One exkluzív volt az a játék? Mármint, hogy melyik? Azt kérdeztem, hogy melyik volt a kedvenced. Na, ez már is jobban tetszik. Kisebb a damage-e, mint az, amit eddig használtunk, de nem lehetetlen vele a csicskítás. Oké. Okay. Csináljunk egy olyat, hogy az alapfegyverünket visszatesszük. Bár egyébként kipróbálnánk ezt a... Ahogy a fene vinne el. Az igen, az nem szarra a gurit. A tör van nála, amit az imént használtam. Most már csak pusztuljál léci, köszönöm. Oké. Okay. 4850. Abból biztos tudnám ezt a hatchetet tápolni valahogy. Most ott áll a csávó. Ez remek alkalmat ad nekünk arra, hogy rámenjünk a Sphinxre inkább. Elég nagyot verünk ahhoz, hogy staggeröljük az enemit. Meg fogsz ölni? Ja nem, de majdnem. Oké, és hogyha erre megyek, akkor itt mi lesz? Ne szórakozzunk a bosszal, mert úgy tűnik, hogy... Aha, nem bosszal, hanem ilyen... Nyomjad, nyomjad akkor, nyomjad. Radiation damage-et okoz, sajna. Negyedik rész volt a kedvenced. A hármat csak Xbox One-ra adták ki, azon nincs. Az nem volt a Dead Rising 3 360-ra is? Én úgy emlékszem, hogy mintha lett volna annak idején. Mi? És most szétcsícs ki 10 évvel? Radiation-nel?
Ezt nem lett volna szabad megengednünk neki, hogy ezt megtegye. Hogyha ide leesek, akkor mi történik? A radiation le fog menni rólunk valamikor? Itt van valamilyen hely. Folyamatosan csökken a HP-nk. Kettessével támadnak, most már nyilvánvaló kapitány. Nézzünk ide le, hát ha ide eldugtak valamit. Persze. 777 axion. Itt meg egyébként még lehetne lefelé is mászkálni. Itt tutira van valami számunkra érdekes dolog. Az a baj, hogy még mindig megy tovább, tehát ezt a radiation-t azt meg kell akadályoznunk valamivel. Hogyan lehetne? Ez lenne az anti-red injection, ami itt segíthetne nekünk. Semmi más szerintem nincs nálam, amit használhatnék. Még mindig megy tovább, és meg is marad, szerintem meg is fogunk halni. Soha nem múlik el kb. Hát mindegy, hát menjünk tovább addig is. Ott iszhatok, de minek? Jó, ott abba az irányba elmehetnék. Még mindig csökken a HP-nk, de legalább tudjuk ezeket veregetni. És még mindig nem állt meg. Ez halál. Ez fixen halál lesz. Pedig ez a hatchet, ez működne. Nincs valami, ami a radiation-t cure-olja? Valami... akármi. Menjünk itt fel gyorsan, hát ha találnék még egy breach-et, az nagyon sokat segítene. Egyébként elkezdett menni lefelé. Lol. Akkor lehet, hogy mégis túléltük a nagy radiation mérgezést. Hát úgy tűnik, hogy igen. El is tűnt. Oké, és akkor ilyenkor... nyilvánvaló kapitány, hogy kettő másikkal találod szembe magad. Ugye? Ez erre azért szükség volt, hogy még kettő ilyen szar jöjjön. Nem volt elég radiation még. Gyere, 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 persze, gyere. Kezdjél el forogni a tengelyed körül. Nagyon jó. Szevasztok. Nézzünk el először balra, de már olyan szinten benne vagyunk ennek a helynek a labirintusában, hogy ötletem nincsen tényleg, hogy... jó, ez itt semmi. Hogy merre lehetne menni, merre voltam, merre nem voltam. Szerintem én erre még nem voltam, aztán meg... fene sem tudja, itt semmi nincs. Ez egy ajtó, amit biztos ki lehet nyitni valahonnan. Gyere, támadj! Oda be lehet menni, meg lehet menni ide felfelé is. Engem ez a hely érdekelne itt inkább fent, hogy ez micsoda. Rengeteg enemy van, bejárunk mindent. Hogyha itt elmennék lefele, akkor hol lyukadnék ki? Nincsen radiation gyógyító poti, vagyis hogy hát olyan van, hogy... hogyha azt felrakom magamra, akkor csak azt csinálom, tehát... akkor nem tudom, hogy hogy rakom mellé a sima healing potit, tudod? Mert egyszerre egyféle esztuszod lehet, úgymond. Legalábbis eddig én úgy láttam, aztán hát, hogy tévedek. Beating Heart, ez micsoda? Egy Occult Station. Szétszedhetném a kis ellátmányainkat. Tudnék csinálni mindenféle itemet. Ez nekünk nem kell, ez az Occult Station. Mi lenne még itt? Mit tudnék innen még... oh shit. Ó, úristen. Nagyon sokan vannak. Itt szerintem át sem tudok ugrani. Ez nagyon-nagyon hosszú. Hát itt nagyon meg fogok halni most. Oh my. De nem már, hát egy breach lehetne itt valahol, nem? Miért vannak itt ilyen sokan? Biztos innen szednék ki egy sealt, amire szükség van, ugye? Na jó, volt itt még más irány is, amit megnézhettem volna. A dismantle mire jó? Nagyobb resource-okat szed szét kisebbekre. De a resource-ok elhasználására még nem jöttem rá, hogy hogy kell, vagy mi értelme lenne, vagy érted, tehát így semmire. Ez a csávó csak itt áll. Lényegében nincs lényege. A
A HP-nk pedig nem gyógyul. Tehát most már ezzel a kevéssel kell tovább mennünk. Az a két szerencsétlen visszaállt a helyére, ott is áll egy. Háttal van. Nem jó, mert ez csak így, nem tudom, fentebb jöttem egy picivel onnan, arról a helyről, ahol az imént voltunk. Hogyha itt kifutok, akkor mi történik? Ez mi? Ez mi volt? Mi ez? Ja, ott van fent egy csáva, aki varázsolgat, értem. Itt van a Sphinx. Nem baj, egy picit megmart, lehetne szarabb is. Szevasz! És ide lő a csávó, itt robbantgat, aha. Ez az igen. Átugrom ide hozzád, nem gáz? Jó, akkor ennek célzó bigyója van. Merre járhattam? Lesz majd... hát nem ma, mert éjfél után, jó? Moslék. Én azt mondanám, hogy hajnali kettőkor kezdem, ha esetleg megvárod. Vagy állíts be ébresztőt, és majd gyere. Jó? Mindenképpen várunk. Jó, innen ebbe az irányba kezdtünk el menni. És próbáljunk meg nem csicskulni, és próbáljuk meg az alapfegyverünket visszarakni egyébként, az rendkívül sokat segítene. Első szintű a fegyverem, tehát azt is tovább lehetne durvítani, hogy leszlájdoltam már. Ja, nem erre kell menni, fassa. Gyere. Szóval a másik fegyver kellett volna a kezembe, ez, mert ezzel azonnal verem az összeset is, meg azt a csicskát, aki ott mászik fent, azt is. Nézd meg, három ütésből megvan, nagyon nem mindegy. Pedig az a fegyver csak plusz egy szinttel durvább, mint a többi új, amit használunk. Verjük el azt a csicskát ott szembe. PS nálva tud szerintem RDR Undead Nightmare tolni, de nincs nálma lemez. Az nem gáz? Miért vannak hárman? És milyen itemet őrizgetnek? Seal of Anima? Itt mi van itt? Oké. Okay. Tudást szereztél a pátriárkáról. Vágod? Nem tudtam csinálni semmit. Nem tudtam támadni, mert amíg azt az üzenetet oda tette a monitorra, addig nem lehetett gombot nyomni. Ez nagyon durva bug. Nem lehetett, csak mászkálni lehetett, de nem lehetett támadni tőle. Egy felirat miatt. PS Now az stream alapú? Aha. De nekem nincsen PS Now-om, nem beszélve arról, hogy Magyarországon nincs is ilyen szolgáltatás jelenleg, hogyha jól tudom. Jól dobják az XP-t, de minek, hogyha állandóan meghalunk és elveszítjük? És támadni fog? Támadni akart volna. Most jön a csicska gyerek? Onnan hátulról? Nem. Jó, akkor mehetünk. Ott jön a spirit. Már vártam, hogy megküzdhessünk. Egy picivel nagyobbat tesz, szerencsétlen, te Jézusom! Úristen! A PS Backward Compatibility megoldása, abszolút egyetértek vele. Tök király cucc. Hogyha ott nyomják a spelleket, akkor ide lefutok és itt nem találnak el. Haha. Itt lemehetnék még egyszer majd. Némileg zavar, hogy itt elkezdtek futkározni a csicskák. Nézd meg, hogy próbálna ütögetni. És oda teleportált egy szembe. Hát onnan eltalál a spellje egyébként? Á? Gyere már ide, légy szíves. Ó, hogyne? Nem mászhatnék innen? Nem lehetne, hogy dodzsolok? Vagy... Tehát így konkrétan olyan szinten szendvicsbe raktak az enemik, hogy... Már nincsen több lyuk a testemen, ahova még be lehetne dugni valamit esetleg.
Hát ott lóbálta a töménes szarját. Panda, de rég láttalak a mindenségét. Mi van veled? Szevasz. Remélem, hogy jól vagy, és minden szuper nálatok. Szia. Jó, akkor megint erre megyünk. Már sokat szor. Erről ne is beszéljünk. Nem sikerült a sprintugrás, azt hiszem. Pedig próbálkoztam. Ez a 15. halálunk. Ha nem magyar akkod van, tudod használni. De nekem magyar akkom van, most mondtam. Nálam is minden szuper, csak kiéget a játék. Nehéz. Gyakorlatilag most nagyon hülye halálaink vannak, hogyha megfigyeljük, nem? Nem feltétlen fight-ban halunk meg, most az volt, mert beszorultam. Általában vagy bug, ami miatt meghalunk a játékban, vagy pedig ilyen ugrások miatt. Milyen gyökérségek miatt. Gyere! Melyik jön előbb? Gyere te! Ezt nem talált. Megvan. Jön a csávó is. Legalább kicsit gyakorlunk rajta, azt hiszem. Imádja. Tehát nem tud élni nélküle. Így is van. Tök jól osztják az XP-t pedig. Mennyire fel tudnánk farmolni magunkat, ha nem hármasával jönnének például. Itt az idő szerintem, hogy egy kicsit toljunk a HP-nkra. Kijönnek hárman. Ott haltunk meg, miért nincs ott az XP? Itt kellene, hogy legyen az XP-nk, nem? Nehogy megint szendvicsbe pakoljanak, mert megőrülök. Oké, ott jön egy. Gyere! Nem akarsz leesni például? Belénk rakták a radiation-t. Jó, egy megvan. Most ezzel már akkor felmászhatnék? Lassan, lassan, lassan. Oké, ezt rendesen benyelte, semmi baj. Nagyon szép, jaj de! Gyökér volt, jó, de leugrott. Ez akkor mindenfelé támad, ugye? Aha. Nyomunk még egy potit. Most? Hova teleportált el? Ó, mindegy, kit érdekel tulajdonképpen, hogy merre teleportált el a csávú. Inkább akkor nézzük meg, hogy mit találhatnánk idebent. Tudom, hogy mennyire nehéz volt ez számodra, de a jó döntést hoztad. Jó cselekedet tettél. Most már semmi nem áll az utunkban, és a gyümölcs beérett. A pátriárkát életben tartottam, ahogy kérted. A mauzóleumban meglátogathatod bármikor, amikor szeretnéd, de sietnék, hogyha a te helyedben lennék. A minisztérium már nagyon szeretne tovább menni. Oké. Okay. Tehát a pátriárkáról akkor szereztünk itt most valami információt, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, de örülünk neki. Nem bírtad már? Ennyire kiakasztó a PS-ről történő írás? Most a Bloodborne-nal vagyok így, de a Bloodborne az azért király, mert ott tudod a mapot, tehát ott látod, hogy mi merre van. Vannak azért shortcutok visszamenőleg. Hát oda ment ki a csávó? Szarok én rád, haver. Szavasz. Menjünk itt le, küzdjünk itt a lényekkel. Ez lesz a jó, gyere. Nagyon jó. A Bloodborne-t én a mai napig a kedvenc Souls játékomnak tartom. Tehát egyszerűen nem volt semmi, ami felül tudná múlni. Reménykedem benne, hogy a Mortal Shell-t majd legalább annyira meg fogom szeretni, mint amennyire a Bloodborne-t imádtam. Undead Nightmare, Dead Rising sorozat, csak konzol exkluzív. Hát figyelj, majd hogyha egyszer annyi pénzem lesz, akkor biztos fogok vásárolni régi konzolokat, de hát azokra is majd még játékokat begyűjteni, meg minden. Meg azoknak is megoldani azt, hogy streamelhetők legyenek azok a játékok, tehát hogy működjön a...
Mi annak a neve? HDCP? Vagy mi a jó isten? Például az a PS3 esetén. Oda is kell valami átalakító bizbasz. Nem annyira egyszerű ezeket megoldani. Most látom el először, nekem új szó, még nem látom át. Aha. Nagyon, egyébként nagyon irigylem azokat, akik először tudnak játszani Bloodborne-t. Úristen, de jó lehet. Na jó, szarok rád, hallod? Hát nem találom el. Jó, megvan. Egy megvan. Egy HP feltolás most történik meg. Mindjárt leesik rólunk a radiation, így van. Ezeket nem piszkáljuk itt. A csávó, a másik ott áll a helyén. Küld meg, persze! Nyomorult. Oké. Ezzel a fegyverrel azért effektívebbek vagyunk, mint az újakkal. Ott mit találok meg? Seal of the Snake. Ez mi? Most mit csinálok? Mit csináltam? Ja, hogy nyitottam ide egy létrát? Ó, és alattam van egy breach. Ó, akkor itt ebből az irányból kettő darab pecsétet szedtünk össze a négyből. Jó, ez így most már kezd érthető lenni. Most már csak kettő hiányzik, ugye? Jó, és erre pedig felesleges eljönni. Aha. HDMI-vel vannak ellátva. Ha van streamer PC-d, mint hogy van, ugyanannyi róluk streamelni, mint PS4-ről, ha az X360-at vagy a PS3-at vesszük. A PS3-nál azért nem ennyire egyszerű a helyzet, hidd el nekem. Például ott vannak bariék, akik tudom, hogy mennyit szarakodnak ezzel a H betű is, nem tudom milyen. Hát gondolom valami másolásvédelem lehet az, vagy ilyesmi, hogy ezt ki tudják játszani, azzal nagyon sokat szórakoztak, vagy egy hetet állítólag. Annak idején. Most PS4-en ezt már ki lehet ugye kapcsolni, de ott még 3-nál nem lehetett. Nyilvánvaló kapitány, persze. Csicskit segbe, gyere. Mi? Hogy? Mit csinálsz ott a földön, te szarházi? Mondd meg neki, Móki. Szosogassad, faszkal. Elég bénák? Most nem kell lebénázni őket. Egyszerűen még meg volt oldva az, hogy ne legyen egyszerűen megoldható. Ez az egész. Figyelj, ott valami támadna, de nem igazán érti a lépcsőnek a fogalmát, hogy hogy kell használni. Felmegy, lemegy. Haver, lassabban, egyszerre csak fel vagy le. Istenem, te szarházi. Gyere. Ez miféle enemy egyébként? Nézd meg. De nézd meg! Nézd, most akkor most lehet azt mondani, hogy nem bugos a játék? Hát... De mitől ilyen erős? Lehet, hogy ez egy NPC lenne? Hát... Most akkor ez így hogy lesz, srác? Te nem fogsz támadni? Én meg hülyére verlek, mert te a lépcsőn akarsz rodeózni konkrétan? Lemegyek ide staminát regenerálni, visszamegyek, azt összeverem az arcodat. Amúgy rohadt sokat kellene ám beleverni, hogyha megnézitek, tehát elég szívós egy szarházi. Csak meghalt. Ó, egy egész set van rajta, meg a minisztériumnak a kulcsa is. Ez akkor lehet, hogy egy miniboss volt. Egy miniboss, ami nyilvánvalóan be volt bugolva. Tehát azt azért nem így kellett volna elverni. Van mindenem és a HDCP is nyavajgott már. Aha. Jó, hát jó, akkor bénák, hát hogyha... hogyha ez most jobban tetszik neked. Én nem hívnám őket bénáknak, de oké. Okay. Gyere, Sphinx, gyere! Ebbe az irányba is biztosan lesz egy szíl, amit felvehetnénk. Ez hová vezet ez a cucc, hogyha lemászunk vele? Van egy ajtó. A minisztérium kulcsát majd valamikor valahová biztos, hogy jól tudjuk használni. Itt egy kicsit, mintha le lenne borulva a lépcső, nem? Hogyha oda lemennék, akkor mi lenne? Jó ötlet lenne egyáltalán 22 000 szólt megkockáztatni?
Nem olyan bonyolult a dolog. Jó van, oké, elhiszem neked. Figyelj, a Capture Card, amit vettem, egy kicsit összetettebb készülék, stúdió darab, nem egy feltétlen egy streamer cucc. És mindenféle kábelt kaptam hozzá, tehát akár még rákötetném a régi Super Nintendo-mat is, ahogy egyébként tervezem majd retrózásokat, tervezek majd retrózásokat játszani rajta. Megérkeztünk a helyszínre, hogyha jól látom. Igen, igen, igen. Még egyet, jó? Az a spell, az még kimegy? Az még kimegy, hát beszarsz. Tehát azzal nem lenne probléma. Csak más dolgokra fejlesztek éppen, érted? Most nem vehetek új konzolokat hirtelen. Nekem is azt ajánlották a PS4 streamekhez Capture Cardot? Sokféle van. Sokféle van, sok mindenre jók. Mindenféleképpen ajánlom. Oké, eddig minden szuper. De most mi ez? Nézd meg! Hát megy el a spell a francba. Hát nem tudnak célozni a spellekkel, ezt kivéve, de ez meg hőkövető. Ja, és persze gyökérmódon használja ezt is nyilvánvaló kapitány. Pusztulját a szarházi. Hát bénák a mobok. Ezek bosszok voltak annak idején, de már bossként is bénák voltak, szóval nem csodálkozom annyira. Azért, azt is meg kell mondani, hogy nem volt egy durva boss ez. Nézd meg, maga elé spellezett, az bement a izébe, a semmibe. Húszuljatok már el. Ó, édes Istenem, te meg leestél, mi? De most megint megy le a HP-m a radiation miatt, nagyon jó. Hányat kell belé nyomni, hogy meg csicskúj? Oké, kettő darab potink még mindig van. Ezzel ezt a szobát szerintem ki is tisztítottuk, menjünk tovább. Örülök neki, hogy egyik szobor sem kell fel, viszont itt még valami jönne le, aha. Még egy lesz. Istenem, a heavy attack-okkal nem tud mit kezdeni. Lehet gépet donételni? Á, időt donételj nekem. Nem, megoldom én ezeket a költségkérdéseket, nem... Nem azért ülök itt, hogy donételjetek bármit is, érted? Ez mi? Incelium ignot. Ingot. Ide, hogyha kijövök, mi lesz? Csak azért, hogy PS4-et vehessek, annak idején eladtam például az Xbox 360-amat. Nem azt mondom, hogy bánom, mert nem. Nem arról van szó. Hát akkor még... Fiatalabb voltam, jóval nem rendelkeztem keresettel sem. Xbox 360-ra pedig rendkívül jól lehetett másolni játékokat. Olyanokat, amiket nem vettél feltétlen meg. Ez mi? Ez a kis tűz. Ez már a második ilyen kis tűz, amit látok. Érted? Tehát, hogyha még meg is lenne az Xbox 360-om, szavasz Bence, jó estét kívánok. Akkor sem tudnék streamelni róla. Nem volt hozzá eredetim semmi. Három darab 360-ad van. Hát de miért nem te streamelt, hello? Hát hogyha ilyen sok eszközöd van hozzá. Ott a következő seal szerintem. Igen, a pátriárkának a sealje. Au! Azt hogy csinált? Mi? Te hogy jöttél? Kinek honnan jöttök? Hello! Hát de agresszívak vagyunk, ma jó napot kívánok! Hát beszarok. Na mindegy, nyomjuk vissza a HP-nkat. Megvan a harmadik szíl, akkor már csak egy hiányzik. Az a baj, hogy az ember megy előre, de sosem tudja pontosan, hogy merre halad ebben a gameben. Most nem tudom például, hogy azzal, hogy feljöttem itt, hol maradt még iránya, merre mennem kellett volna. Jaj, te meg itt vagy a lábam alatt, bocsánat, nem is figyelek. Csetet olvastam. A játékokat meg lehet már kapni bárhol eredetiben. Hát biztos, 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 de figyelj, most nem ilyen irányú fejlesztésekben vagyok jelenleg. Értem, hogy szeretnéd, meg biztos sokan vannak, akiket egyébként érdekelnek ezek a 360 játékok is, meg textation. Valami mob jön itt.
Csináljunk már egy fejlesztést a TextStation-ben. Vagy nem lehet? Hát itt printelni lehetne, de minek? Ez a Revolut Warrior helmet, az jó bármire. Reflex Melee Conductor. Insulium Particle kellene belőle 1000 darab, nekem van 200. Feltöltött prizmám az meg van. Hát tök jó, akkor most Insuliumból ezt, hogyha... Aha, ebből akkor össze kellene törnöm egyet, kettőt. Abból 3000 jönne kapásból. Jó, és akkor most, hogyha printelni akarnék egy reflex konduktort, akkor mi történne? Ó, Istenem. Ez a gyökér gombkiosztás. Ne, ne szórakozz már, most meg... Jó, semmi baj. Nyugodtan, nyugodtan. Megvan. Panda! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen a Dave-nek ajándékozott szubodat. Nagyon kedves tőled. De rendi vagy, köszönöm, köszönöm igazán, tényleg. Remélem, hogy tudok valami olyan tartalommal is szolgálni majd a közeljövőben, ami igazán érdekes lesz, nem pedig ez a csodálatos játék, mert ez, ettől már én is ki vagyok. De hogyha elkezdtük, akkor már végigvisszük. Van egy falnyi cuccom már, 360-ból véletlen lett csak harmadik. Utolsó 5 euróért adták. Micsoda, ilyen szülői kontroll volt rajta? Nem tudták feloldani? És ilyenkor mi van? Tehát, hogy... és aztán megoldottad? Hogy hogy kell? Lehetne Fall Guys kappa? Hát... gondoltam a Fall Guys-t, de most, hogy kapát odaraktad, most már nem tudom, hogy akarod-e vagy sem. Gondoltam a Fall Guys-ra egyébként majd... ezután, mondjuk 9-től 10-ig, aztán meg 10-től mehetnénk a Dishonored-ben tovább. Ez mit csinálna, hogyha megnyomnám? Ó, oh, ide is lehetne egy frankó liftet csinálni. Értem. Itt vagyunk lent a Breach-nél. Nem akarom elkölteni feleslegesen ezt a rengeteg szólt, ami nálam van. Ha erre megyek, akkor merre megyek? Erre már voltam, nem? Ott szemben is van egy item még. Aha, itt ennek abszolút nem volt értelme, hogy ide kijöttem. Merre lehet az utolsó szíl? Ott leugrándozhatnék például. Nézzük is meg. 1100 axion. Basszus! Oh my god, de jó volt ez az ugrás. Éppen, hogy sikerült. Jó, ide beraktuk a kígyónak a szíljét, ide berakjuk a anima pecsétet, ide berakjuk a... ide hiányzik még, nyilvánvaló kapitány. Ide meg megy a pátriárkáé. És akkor, hogyha berakod minden négyet, akkor valami feljön? Valami durva? Valami meredek arc? Arra már mindenképpen jártam. Nem innen jöttem be ide? Szevasz VNK, mi a helyzet? Akarom? Szeretném? Kipróbáltam a 10 számból, melyiket ütötték be 4-szer. Nem volt nagy hack. De mi? Honnan lehetett tudni, hogy... vagy az mindegyiknél így megy, hogy 4-szer ütnek be egy számot? Nincsen variancia? Tehát nem egy PIN-kód alapú rendszer a Parental Control? Ez elég durván hangzik. Hát ez egy kicsit bugos volt hangügyileg. Hogyha itt kimegyek, akkor balra mentünk eddig, vagy jobbra? Valamerre még itt van egy utolsó pecsét, azt mindenképpen össze kell szerezni. Nem emlékszem ugrásra, úgyhogy szerintem erre lesz. Szerintem erre lesz. Megérkeztünk az Horizon palotába. És a palotában lesz az utolsó szíl? Oké, és minden? Na, hál' Istennek, örülök neki, hogy most már jó híreket is lehet tőled hallani. Antigravitációs modul. Diamond ingot. Kicsit olyan érzésem van, mintha nagyon messzire eljöttünk volna most már így Kansasből. És ezzel hova lehetne menni? Transit system még mindig offline. Ötletünk nincsen, hogy hol lehet visszakapcsolni, a játék nem adott erre vonatkozóan utasításokat, hogy merre kell menni. Ezt nem is bánom, nem baj az, hogy van benne legalább egy valami,
amit majd tudom, hogy később bekapcsolhatnék annak érdekében, hogy könnyebben tudjak mászkálni A pontból B-be. De most akkor nem erre lesz, ugye? Nézd, milyen undorítóak ezek. Vannak, mint hogyha emberek lennének, de már lehet, hogy régóta nem azok. Itt van valami eldugva? Nope. Ezt a bridge-et aktiváltam, de szerintem szinkronizálom is. Mert hogy itt majd lehet tovább menni, úgy vettem észre legalábbis. És hogyha még egyszer erre megyek, akkor a másik irányban vissza kell menni majd az observatóriumba fejleszteni a fegyvereinket, azt ne felejtsük el. Ne! Ja jó, oké, azt hittem, hogy beleragadtam a falba. 4 szám egy bármi lehet, csak a legtöbb ember hülye, hogy megjegyezze 4 különböző számot, ezért nagyrészt 4 egyforma számot adnak meg a biztonság kedvéért. De mi most komolyan? Tehát ekkorát izé? És hogyha nem azt adták volna meg, akkor mi lett volna? Hát ez... Mondjuk akkor is csak 5 eurót buktál. Én erre még nem voltam, csak mondom. 30 ezer szól van nálam, jó? Ennyi még nem volt a tartsajunkban. Ez mi volt? Itt lehet fent a következő szíl, amit keresek? Itt mindenki halott. Jaj, ne! Voltam már itt. A fene vigyel. Jó, menjünk tovább. És most visszafelé fogok menni? Ugyanoda? Itt vágtam le mindenkit. Kell, hogy legyen még egy szíl valahol. Nem dughatták el ennyire. Ott van egy item. Hogyha ide kiugranék, akkor szépen lassan el lehetne mászkálni visszafelé történő irányokba. De nem ezt fogom tenni, hanem megnézzük, hogy erre még esetleg lehetne tovább menni. PS3 tesztgép volt, Origibe volt hackkelve, bármilyen bétát tudott futtatni, tört játékot nem bannolták a PS3-ról. Érdekesen hangzik. Gép lejátszott a legtöbb játékot, amúgy volt benne 250 gigás vinyó is, ami alapban 6-8 ezer forint. Azért már megérte külön. Aha, értelek. Sima Winchesterek vannak ezekben a régi konzolokban, mert az Xboxokban. Tehát ilyen bármiben használható. Nem tudtam. Tök kedves vagy, Panda, köszönöm szépen még egyszer. Az lesz, hogy ezután a játék után szerintem megyünk tovább a... Vagy a Dishonored-ben vagy még egy óra Fall Guys még bemehet esetleg elé. Hogyha itt lemennék a lifttel, akkor hová mennék le? Satán, speckó kerettel, speckó megformázva. Hát akkor az csak Xboxba jó, nem? Hol az Istenben vagyok már megint? Az most visszaviszed a középre? Nem, ez valami körív. Ezek hogyha felkelnek. Várjatok, már itt kellett volna, hogy legyen... Aha, középen van egy lift. Az a lift, amivel már találkoztunk egyszer. És hogyha ide visszajöttem és voltak enemik, akkor viszont itt mindenképpen respawn van. Hogyha viszont átmennék itt a másik irányba, akkor itt mi lenne? Ez egy lezárt ajtó? Jaj ne, ez a szfinxes hely. És akkor ott szemben meg már megvolt a respawn, látom. Ez pedig innen levezet középre tulajdonképp. Hát ez egy szar volt. Hát akkor honnan találjam ki, hogy merre van az utolsó szíl? Azt hogy akarják odaadni nekünk? Spell ezért csak te szemétláda. Amúgy nem is kell nekem veled küzdenem. Megyünk le egyszerűen végig. De várj, akkor most megint ugyanoda lyukadnék ki. Akkor megyünk fel, elnézést. Csávó lejön? Vagy fennmarad? Vagy hol van? Ja, ilyenkor meg ugye elvesznek, tehát a jóisten tudja, hogy hová teleportálnak el. Itt meg ugye volt egy szoba, ahonnan már kivettem mindent. De lövöldöz valahonnan. Nézd meg. Milyen agresszív, és hogy teleportál? Visszafelé ott nem mehetek. Ott nem kaphatom el a csávót. Itt nincsen lift. Egy darab liftünk van, az pedig ez.
másba minek tennéd? Hát mit tudom én, figyelj, azért laptop valami, vagy bármilyen régebbi gépbe esetleg 250 giga, azért az is 250 giga. Xbox az mikor jött ki? Már nem is tudom megmondani. Hát én akkor nyomultam vele, amikor egyetemista voltam. Tehát ilyen, mikor jött egy Xbox? 2010? 8? 2008-as? Erre már voltam vajon? Meg kell találnunk az utolsó pecsétet, ha már itt mászkálunk. Ez tök idegesítő lenne, hogyha egyet hagynának ki, nem? Sphinx. Jó, ez megvan. 2001-es? Haszna? Annyira régi? Fele gondolta volna. Hát 95-ben meg még a izével Super Nintendo Entertaining System-mel nyomultunk. Az nem sebződött. Akkor ide le is jöhetek, nem? De jó. Nem kell nekem vele fájtolni feltétlen. De amúgy meg akarom ölni, mert ki tudja, lehet, hogy arra kell mennem tovább. Ez most így még egyszer. És hova lett? Jó, mindegy, leszarjuk, hogy hol van. Az fájni fog? Hát majdnem fájt, aha. De mi? Micsoda? Kétszer nyomta el ugyanazt a spellt egymás után? Oh no! És hogy mentünk oda a 35.000 XP-ért? My god. Hogy csináltam azt? A 362.005 végén, aha. Na, nekem az volt. 16-szor haltunk meg, igen, de mindegyik ilyen ugrás, meg ilyen gyökérségek miatt történt. Hát mindenképpen vissza kell szereznem az elveszett szójaimat, hiszen azokat pont azért farmoltam ki, hogy a fegyvereinket tudjuk tápolni majd. Próbáljuk megtalálni még egyszer azt az irányt, amikor azt kérdeztem, hogy erre voltam már, akkor pont azt a helyet kell megtalálnunk. Úristen, erre nem lehet menni. Ide meg, hogyha kimész, akkor két irányod van. Jobbra volt a másik hely, amit már megcsináltam, stamina regen. Mármint, hogy ott van az a metróbinyó. Istenem, hát beleakadsz mindenhol a falba. És frankón. Más fegyver nincs, vagy nem akarsz? Hát annyi, hogy ez a legerősebb fegyverem, mert ezt ismerem a legjobban. Van ilyen fegyverismeret a játékban, és akkor azáltal úgy tűnik erősebbé válnak a fegyvereid, de ez még egyes szintű, tehát hogy érted, nem lett tápolva. És ennyi erővel meg bármelyik másik fegyvert is használhatnánk már akkor, ha egy szintet húznék rajtuk, de hát például Stereónál azt néztem, hogy már ilyen 15. szintet húzott a fegyverére, tehát most értitek, ahhoz képest az enyém az micsoda, meg se karcolná, hogyha Stereóval kellene küzdenem. Oké, ezek megvannak. Valamerre erre voltunk, nem? Itt mászkáltunk. Lementünk azon a hülye létrán. Csicska Sphinx, gyere ide! Oké, ez megvan. Csávó kimászik, pont leszarom. Itt a Tech Station. Itt szerintem én lementem, amúgy alulra. Itt volt egy ajtó, ami nem lehetett, amit nem lehetett kinyitni. Erre pedig csupa olyan figura van, akikkel nem akarok találkozni. Jó, az a lényeg, hogy visszaszerezzük a szólokat most. Az most nagyon-nagyon-nagyon fontos. Elég béna az a buzogány. Hát, de látod, hogy csicskít mindenkit. Hát úgy össze vannak verve, hogy azt se tudják, hogy izé, hol vannak. Amikor ide kijöttem. Úristen, mekkora labirintus ez a hely. Te... Hát nem mondom, hogy tetszik. Gyere ide, persze. De sok csicska meg megindulhatna ránk, ugye? Meg jobb kéz felé is állt egy. Ezt a 30.000-et én nem nagyon veszendőbe menni. Hát valahol meg kell, hogy találjam. A Breach-nél volt, nem? Nem itt erre volt?
hogy leugrottunk, és amikor ott leugrottam a bridge-nél, akkor arra jöttem vissza. Erre felé volt az a sok csávó, itt hátra felé pedig van az irány, ahonnan jöttem. Jobbra nem ugorhatok fel, akkor csak egyfelé mehetek, mondjuk itt felfelé is lehetne. Jézusom, ne essek le, légy szíves. Oké, megvan. Szevasz, Pia Attila, mi a helyzet? Jaja, menjünk szörnyekre vadászni majd éjfél után. Nekem ez a kedvenc érem, 360-as generáció, nagyon sok jó cucc született. Nekem nincs kedvencem, mindegyikben lehet találni olyat, ami nagyon király. Ez meghalt. Mi? Ezt hogy érted, hogy felkelt? Ne már! Mitől kelt fel? Jó, most szerintem mind a ketten meghaltak. Kisebb taktikai csöndbe maradás volt részemről. Kiemelkedő minőségugrás volt mennyiség és minőség terén. Biztosan így van. Ez most az a hely, amit az előbb felülről néztünk, ugye? Igen, szerintem ez az a hely. Akkor most visszajöttünk ide. Hallod, kutatjuk az elveszett lelkeinket, és aztán visszateleportálunk, az fix az obszervatóriumba, mert ez nagyon gyökér ez a hely, ez nagyon hülyeség. Amikor itt lementem, ilyen motivumokkal találkoztunk több helyen is, nem? Lehet, hogy még egyszer hírelem magam. Ez egy titkos ajtó, nem? Lehet, hogy a másik oldalról viszont majd az lesz. Na jó, másszunk le itt. Ez hová vezet esetleg? Voltam én már erre? Hát, lehet, hogy voltam. Rengeteg akcion, rengeteg ilyen zombi, förmedvény. Nézem a Darkot, kicsit beszippantott, eddig hogy tetszik a Monster Hunter. Kedvenc gémem, eddig 360 órát raktam bele. Tetszik a játék, nagyon király, nagyon kíváncsi vagyok benne, hogy szólóban lehet-e benne haladni, hogy végig vihető a játék egy személyben, vagy nagyon rá fog-e menni majd arra, hogy akkor multiplayer és kötelező multiplayer. PS2 korszakban rengeteg játék készült, kb. Olyan volt, amikor C64-en kazettán először érkeztek a szarjátékok. Aha. Lehetséges, én nem tudom. Én nem tudom, mondom, mert nekem volt egy NES-em, egy SNES-em, volt egy N64-em, aztán sok kihagyás után, utána PC-s korszak volt, sok kihagyás után jött nekem egy Xbox 360, és aztán egy PS4, tehát ez az öt konzolom volt életemben. Nem erre mászkáltam? Most az jön, vagy mit csinál? Végigvihető szólóban is, de nem mondom, hogy nem fog szenvedni néhány szörnyel. Aha. Az jó, azt szeretem, hogyha van egy játékban kihívás. Itt van valami... Várj csak. A Breach-nél járunk megint, oké. Okay. Nem lehet jobbra, nem lehet balra. Ezt megjegyeztük, akkor menjünk át erre. Előbb-utóbb meg fogom találni a szóljaimat, hogyha ilyen kitartóan írtogatok le mindent is. Ez a csávó, ez nem nagyon akar harcolni, úgy látom. Istenem, te szar. Oké. Okay. Ide nem megyünk be. Oda szembe sem megyünk be. Itt volt egy szíve szerintem, ezen a helyen. És ha itt felfele mennék, akkor megint, akkor körbeérnék. Jézusom, de nem erről jöttem. A fele sem tudja, hogy honnan jöttem. Ott a két csávó varázsolnak a kis gömbjeikkel. De merre voltak a lelkeink? Még mindig van két potim, ez szerencsés. Menjünk ide le. Ez most megint körbevisz minket, ugye? Aha.
Nekem több volt, mint... neked több volt, mint nekem az életem első 30 évében. Hát én most lettem 30, most miért mondod? Még van időm. Hát kíváncsi leszek a Monster Hunterre, főleg a... a Heavy Bowgunnal, amit ugye használunk, hogy az mennyire lesz majd hasznosítható. Amikor itt jártunk, akkor ugye volt itt bent egy fickó, meg volt egy seal. És amikor meguntam az itt történő keresgélést, akkor mondtam azt, hogy jó, akkor innentől megyünk tovább másik irányba. Ezért lementem itt. Amikor lementem itt, akkor csak egyfelé mehettem erre, ahonnan jöttünk. Jobb kéz felé mentem, vagy bal kéz felé. De bemegyünk ezen az ajtón. Előbb-utóbb meg kell, hogy találjuk valahol a lelkeinket. Tegnapi szó az Android Game, 5 órán át nyomtam, telefonom megállás nélkül, alig tudtam letenni. A telefont full source függő lettem teljesen. Hát én azt ajánlanám, hogyha esetleg van egy számítógéped otthon, hogy próbáld ki a rendes szóhoz játékokat, nem telefonos formában, mert szerintem a telefonos játékok, hogyha megpróbálnak másolni így rendes PC játékokat, nem fognak olyan nagy élményt nyújtani. Tehát, hogy biztos, hogy össze lehet hasonlítani, meg biztos, hogy kínálja az is, meg minden. De az igazi szó az játékok, azok hát ugye konzol, meg PC-n vannak. Nem tudom, lehet, hogy van annyira király az is. Fogalmam nincs. Ott van egy ghost, és ott szél lövöld ez a csávó már most. Melyiket kellene előbb, a Sphinx-et? A csávó teljesen be van bugolva. Na jó, gyere, 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 támadj. Most. Jó, ez megvan, mehet a ghost. Reméljük, hogy eddig nem fognak nagyon... Nem, ez támad. Ó, ne nem mondod, hogy... Oké, értettem. Szóval a spellek onnan fentről is elérnek. Mert a ghost csávú. Megvan. 1400 szól. 3 darab poti. Let's go. És onnan nyomja a spelljeit ránk, nézd meg. Elképesztő. Van bőr a pofáján. Nem erre haltunk meg? Valahol? De itt ugrál. Aha, itt ugráltam. Szereted bántani magad? Nekem nagyon bejön az a fegyver, miért mondod, hogy ez szar? Nekem nagyon tetszik. Biztos csapatban jobb azzal nyomulni. Itt vannak fent a lelkeim. Oh my god. Most megint spellezik? Aha. Hát akkor essünk le ide mögé. Lehet, hogy itt lesz még egy seal. De én itt már jártam, haver. Ne már. Én itt már fixen jártam, hát itt ezt megjegyeztük, hogy itt néztünk lefelé a csávókra, akik ott állnak ezen a helyen. Most, hogyha ide kiugranék, akkor mi történne? Itt meg fogok most halni? Mert leugrottam? Istenem. A 48 000 szólommal. Oda biztos, hogy nem tudok leugrani, ugye? Pedig tutira ez a hely kell nekem. Nem tudom, hogy jutottam el oda fel. Nem tudom, hogy miért ugrottam le. Hát ezt most hogy fogom megcsinálni? Jó, felhíleljük magunkat és megpróbálunk itt leesni, oké? Jó, nem haltunk meg. Oh, nice! Oké. És itt vagyunk a Tech Stationnél, ahol már jártunk egyszer, ugye? Vagy ez az Occult Station? Aha, itt is jártunk. Amikor ide kijöttünk, akkor itt volt rengeteg sok faszi odalent, ezeket nem bántottuk meg még soha. Van egy olyan érzésem, hogy erre kell menni, hogy megtaláljuk az utolsó pecsétet. Viszont akkor innen kell eljönni, nem? Dead Rising 4-ben, karácsonyi mod is, azt láttam. Igen, ezeket mindet láttam a PC-ben, mivel megvettem, nem tudom, vagy 4000 forintért. Vagy minek csináltam, azt meg nem tudnám már mondani. Senki nem számított valószínűleg arra, hogy ennyire bugos egy szar lesz. Biztos lesz benne kihívás Bogánnal? Hát remélem. Egyszer már voltunk erre, de lent még szerintem soha. Az lehet?
Szerintem lazán lent még nem jártam. Hogyan mehetnék le? Lehet, hogy innen, így. Például. Aha, ez nem is volt annyira szar. Egészen rendben volt. Hogyan cselezzük ki ezt a rengeteg faszit itt? Végigugrálunk erre fent. Most be ezek tudok ugrálni, most nincsen semmi gáz. És hogyha erre eljöttem már, akkor megyünk ide le. Jobbra be. És találok egy szílt esetleg. Itt van egy ajtó. Őrület, hogy mennyire hosszú lépcsővel. De nem már, hogy nem lesz itt a szíl, amit nagyon szeretnék megszerezni. De ott van. Úristen, végre megvan. Hál' Istennek. Seal of Chaos. Hú, de jó. Akkor megvan minden négy pecsét, hogy kinyissuk azt a furcsa liftet. Ha minden igaz. És ott is vagyunk, nézd meg szemben. Ez hogy lehet? Ez... mi? Na ne szórakozzanak már, hogy itt volt mindvégig a seggünkben a cucc. Pusztulj el, Plash. 48 ezer lelkünk van. Írdatlan sok ahhoz képest, amivel szoktunk mainálni. Még a farkával is bánt. Igen, erre emlékszem erre a szobára, hogy bent volt egy Sphinx. És akkor csak annyit kellett majd csinálnom, hogy elmegyek ide jobbra és csá. Hát beszartok. Amúgy ott még el lehetne menni valami végtelen lépcsőn lefelé. Hogyha ide kijövök, akkor berakjuk az utolsó szílt, aktiváljuk a breach-et és elindulunk akkor lefelé. Köszönöm szépen, szevasz Attila. Oké, és megvan minden. Azonnal híleljük fel magunkat. Jó, 49 ezer van nálam. Most kellene visszamennünk a... ez egy lift hívógomb? Az observatóriumba. Mi fentről jön? A fentről jön egy lift. Valamikor visszanézhetnél rá, hát a kijavították? Hát figyelj, az a bajom, hogy én azt szoktam észrevenni, hogy nem nagyon javítgatják ezeket a régi játékokat. De oké, persze. Megnézhetjük majd. Ott van a Steam könyvtáramban, letölthetem újra. Mit mondtam? Hogy először a 49 ezerből talán nem ártana fejleszteni a fegyvereinken. Mehetek a csicska izével is egyébként, csicska buzogánnyal, hogy már ennyire megszoktuk ennek a movesetjét. Örülök neki, hogy végre sikerült valami előrehaladást kicsikarni a játékból. Itt vagyunk a nagy galériánál, jó? Ne felejtsük el, a pódiumhoz megyünk vissza. Telefonos játékok rendszerint nem ütik meg azt a minőséget, PC és konzol játékok alapvetően zavaró, hogy a játék fejét kitakarod, ráadásul nem is lehet olyan minősége a tárhely miatt. Hát gondolom, így van, gondolom. Engem sosem vonzottak, megmondom tényleg őszintén. Hát ilyen egyszerűbb játékok biztos királyak rá egyébként, totál. Hogyha upgrade-elni szeretnék, akkor mondjuk melyik fegyvert szeretném upgrade-elni? Hadron Flight-ot semmiképpen. Ez a Ferula, vagy a Real? Hát, nézzük meg ezt. Ez semmiben nem kerülne. Ja, hogy így lehet berakni például egy Reflex Melee Conductort. Aha, és ebből nálam több is van. Elég sok van. Oké. Okay. És ez a damage-ére jó sokat tolna. Meg még ott van a bónusz, amit a Reflexből vesz. Oké. Okay. És így lehet még tovább tolni? Ó, értem. Jó, akkor felrakhatnánk 6-os szintre azt a kis szarfegyvert. Mondjuk ennek a damage-e nem igazán nőne durva mértékben. De megnézhetnénk például a nálunk lévő fegyvert, ami a kezünkben van. Hogy az hogy működne. Hogyha ezt, ennek növelném a szintjét. Hát 74-re felmenne a damage, tehát még nevetségesen csicskítóbb lenne. De viszont a másik fegyver meg gyors, mint a vadállat. Tudjátok mit?
Legyünk gyökerek. Legyünk gyökerek és használjuk a kis kést inkább. Valahogy nehezítsük meg ezt a játékot magunknak. Mi volt a neve? Ott az. Tegyünk bele mindent, persze. Mi? Várj, wait. De azt jól csináltuk eddig. Oké. Okay. Oké. Okay. A következő szint 22 000-be kerül. Szerintem van nálam annyi. Szerintem még egy szinten feltolhatnám. Nagyon sajnálom, amikor nagy kiadók ilyen csicska módon portolnak. Horizon-nél is szerintem második rész előre deléseit akarták ezzel a PC-s portal buszon, de szerintem visszafelesült el a sok bug miatt. Hallottam, hogy problémás. Hallottam, hogy nem annyira jól sikerült sajna a PC-re való átültetés. Akkor ez tényleg igaz? Szerinted is így van? 22 000-re kellene nálam lenni. Szerintem meg is van. Jó, és akkor tartunk még magunknál. Hát egy 3000-et, 7000-et, meg még 7000-et. Jó, van azért még nálunk elegendő. Toljuk tovább azt a kiskést, jó? Plusz 7-es szintre. És akkor most 23 a damage-e, ugye? Meg még amit a reflexből elővesz. Akkor ahhoz, hogy azt használni tudjam, ezt a hatchet-et is lehetett volna, mert ez meg STR-ből is scale-el ráadásul. Jó, mindegy, előbb-utóbb annyi lelket farmolok, hogy szerintem bármit tudok majd oda használni. Na ezzel vajon mennyi lesz? Kevesebb staminát kell ezt használni. Egyébként az egy marha jó kis dolog. Várj. Oké, ott van. Most akkor menjünk vissza. Streamer haveromnak óránként kifagy? Istenem. Ezzel lehetek is kiszokott egyébként fagyni. Ne gondolja senki, hogy annyira jóban vagyunk egymással. Itt voltunk a nagy galériában. 21 óra 9 perc. Még nyomulunk egy picit, mert most már kíváncsi lettem, hogy ezzel a fegyverrel így 7-es szinten mit tudnék csinálni. Hát aztán lehet, hogy olyan varázsbököt csináltam belőle most így ezzel, hogy 7-es szintre felraktam az 1-es szintű fegyverünkkel szemben. Lehet, hogy így már igazán sokat fog érni. Majd kiderül, ott van egy csávó, arra már rá is megyek egyből. Storm van, hogyha jól látom, tehát most minden is erősebb lett. Amit szeretnénk mindenképpen... Wait, ebben nem raktam bele semmit. Ó, lehet ilyet rá... Ó. Mi a fene? És akkor mit csinál? Aha, jó szar lett. Hát de azért megdarálja. Tehát nagy gondok nincsenek. Csávó gyakorlatilag úgy elpusztult, hogy nem igaz. Érdekes. Érdekes, egy szart hoztam össze már megint. Na gyere. Jó, nem vitatkozom, ez működik. Érdekes. Hogyha a buzogányra raktuk volna rá, akkor sokkal erősebbek lennénk nyilvánvalóan. De már így is szerintem egy kicsit túl tápok vagyunk ez a játékhoz. Amikor erről jöttünk, akkor itt volt valami nagy lépcső, ugye? Meg még nem mentünk le a nagy lifttel sem. A nagy lépcső az valamire erre akart lenni. Jól láttam, hogy ott volt. Volt valami ajtó. Aha, itt ez. És ez hová visz le? Hát egy végtelen lépcső. De idegesítő lesz majd felmászni rajta. Végre nem buzagány, örül már nagyon Bence. Bence, te a bököket jobban szereted? Ott biztos lesz item eldugva. Nincs. Nagyon jó. Mi ez a hely itt szemben? Souls game-ek? Melyik a Souls game-ek az maga egy kategória. Tehát ezt így hívják, hogy Souls játékok. RPG elemek vannak benne, akció nyilván van benne kaland, mert ugye felfedezel, ugrándozol össze-vissza. Ez maga egy kategória. Inkább a kard vagy a fejsze az, aminek egy jobban bejön. Hát egyébként az a helyzet, hogy ebben a játékban én úgy érzem, hogy teljesen mindegy, hogy mit veszek a kezembe.
így is úgy is összeesik minden. Meg lehetne nehezíteni ezt a játékot úgy, hogy ilyen daring efficit használunk, és akkor feltoljuk a játékot egy nehezebb szintre. Megtehetnénk. Miért ne tennénk meg egyszer, valamikor. De még azt sem tudom, hogy hol állok egyébként a végjátszásban. És mi ez a hely itt? Hol az Istenben vagyok már megint? Kevesebb staminával csicskítunk, de csicskítunk. Végül is nem rossz ez. A Sphinx ellen jók voltunk, mert hátulról nagyon gyorsan tudtunk beadni cerkázó ütéseket. Szemben is vannak itemek. Ott van egy accelerátor, az valamit felgyorsít. Újra hasznosított szénbigyó. Menjünk erre. Ott is volt még egy item, amit ott hagytunk. Akkor azt is vegyük fel. Remélhetőleg innen vissza tudok menni. De hogy tudok visszamenni? Miért tudnék? Elnézést, figyelmetlen voltam. Ott volt a lépcső alján mi. Nézzük meg. 2022 Axion. Az majd jó lesz a hatchetnek a felhúzásába. Egyébként valamilyen más reflex conductort is. Ja, de várjál már, mert a reflex conductornek a szintjét emeltük. Tehát akármikor azt a hatosat átrakhatnám a búzagányba, és akkor mondjuk egy másik conductort rakhatnék be a hatchetbe, és azt is felhúzhatnánk durván, mint amennyire ezt húztuk fel. Tehát azt mondom, hogy Stereoéknál ez már kicsinek számít ez a 7-es szint, hát hiszen ők 15-ös szintbe tolják. Miért nem támadsz? Mi van veled? Na hát jó, az érdekes volt. Ez is megvan, még sincs este. Menjünk ide le, nézzük meg ezt a cumót. Firearm Conductor. Ó! Oh. Az miféle item? Az a... koszosság szája. Az egy cognition, ez biztos ilyen távolsági cucc. Azért kaptunk konduktort mellé szerintem, hogy fel tudjuk tápolni egyből, ha már felvettük. Érdekes koncepció. Hogyha ide jövök, akkor itt mi lesz? Hát... nem tudom. Necces. Hogyha itt leesek ide, akkor mi van? Ó, ne! Hé, ne már! Hát ez kamu volt, ez hazugság volt, hát mindenki látta, hogy oda le lehet ugrani, ezt közben elkezdtünk csúszni. A 17. halál. Puszta kézzel kellene menni. Vannak olyan buildek a többi szózban. Például a Nioh-ban, Nioh 2-ben meg az 1-ben voltak nagyon jó kitalációk erre a barehandedre, de még a DS3-ban is szerintem, mint hogyha Tommy mondta volna, hogy kísérletezik ilyesmivel. Meg kell majd kérdezni tőle. Most akkor itt Úristen. Figyelj, van egy olyan sanda gyanúm nekem, hogyha lemennék a mauzóleumba. Várj csak. Menjünk fel a minisztériumba először. Ez most itt egy nagyon központi hely. És akkor még egy helyet unlockoltunk innen, ami ugye az volt, ahol most meghaltunk az imént. Azt ne felejtsük majd, de hogy arra is lehet mászkálni. Mindenki itt hagyja a kézjeleit. Remélem, hogy itt most már lesz egy boss, mert nagyon-nagyon szeretnék találni valami olyat, ami végre nehéz ebben a játékban, és végre egy nagyon pici kihívást támaszt elénk. Ez itt a minisztérium, jó napot kívánok. Nem tudom, mit csinálok itt egy bökővel a kezembe, de ide állok középre, jó? Megölted a tanítványunkat. Át akarod venni a helyét? Ne becsüld alá a reziliensét, azt gondolom ilyen ellenállás dolog. Mi az Istenről beszél a következő hasonló realitások, meg hogy a halál nem egy ilyen kivezető út innen, csak egy kicsit tovább tolja az elkerülhetetlen eseményeknek a történését.
a következő realitásba. Oké. Okay. Szavaztok. És akkor most mi van? Aha, kevesen értek el idáig. Jól cselekedtél, ügyes voltál. Reméljük, hogy a kalandod, az utad nem volt túlságosan... Hát... erőt kimerítő. Nem tudom igazából semmihez se hasonlítani, de... De tudnánk a többi szólszhoz hasonlítani. A poklon keresztül mászkálni, na az, az inkább egy kimerítő dolog. Ez még nem a pokol. A káosz legszélén állunk. A pozitív oldalt kellene nézned. A káosz lehetőségeket teremt. Akik itt állnak előtted, azok a szolgái és hogy hívják ezt? A képviselői minden nagyobb civilizációjának, a galaxisnak. De hát miért néz ki mindegyik ugyanúgy? Szávasz Mátéka 1-3-4-5 üdnálunk a vészkorúsban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülni, csak énekelj hangosan, csá. Összejöttünk itt a krízis pillanatában, hogy ja, az Iridnovónak akartak támogatást nyújtani. Aha, mi vagyunk így az Unió Minisztériuma. Bármit megtehetnénk azért, hogy segítsünk a küldetéseden? Micsoda? Egyé akarok válni Nemundisszal, a háborítatlannal? De ez kicsoda, miért mondanék ilyet? Igen? Akarod? Ezt kérdezik. Miért? Hát nem tudom. Meg akarok ölni egy kozmikus istent. Úgy hallom, hogy odakint beindult valami riasztó. Ja, nagyon sokat másztam azért, hogy egyé válhassak vele. És most ennek kellene, hogy jó benyomást keltsen ránk, hogy néhány lépés megtettél, hogy ide gyere? Arrogáns ivadék. Ez nem valamiféle primitív zarándok út egy kőkörhöz. Menj az utadra, ez nem a te, nem neked való hely. Oké, okay. Akkor mondjuk azt, hogy meg akarunk ölni egy kozmikus istent. Csak egy isten ölhet meg egy másik isten. És te pedig nem vagy semmi más, csak egy ilyen... teszt, izé... Cica! Kis szar. Egyetemben nincs ötleted, hogy mit kérsz tőlünk. Inkább menj tovább. Jó, és minden, hogyha azt mondanám, hogy az Iridnovó eseményeit akarom... kivizsgálni. Aha. Nagyon nemes ez tőlem, meg bátor. Micsoda? Hát még akkor is, a te esélyeid arra nézve, hogy élve jutsz ki innen, mármint, hogy nem innen, hanem az alvilág istenével való találkozásból, hát az közel van a nullához. De nem állunk az utadba. Felmászhatsz a Nemudis Chamberének a... Ó, ez lett volna az akkor? És akkor most kinyitottak valamit nekem? Vajon hol lehet ennek a Nemundisnek a chamberje? Erre kíváncsi vagyok. Az mi? Egy monolit? Lehet, hogy itt megyünk be a bosshoz? Lehet, hogy itt lesz ez a kozmikus isten. Kíváncsi vagyok rá. Jó lenne, hogyha végre raknának elénk valamiféle kihívást tényleg. Például egy kozmikus isten megölése, az nem hangzik szarul. Itt meg ugye le fog járni az időnk, úgyhogy nem lehetünk bent itt túl sokáig. Bejövünk, farmolunk és kimegyünk. Ez a... Jó, itt a miniszterekkel nem nagyon lehet szarakodni. Akkor a másik irányba kellett volna elindulni már eleve. Érdekes, hogy a jobb oldalon mentem be a monolitba, és most a bal oldalon van. Ezt ne felejtsük majd el, hogyha esetleg rohanni kellene kifelé, mert lejár a timer. És hogyha erre jövünk, akkor időre kell megölni ezt a csávót? Na hagyjad már. Oh.
Beszéljünk vele. Megy az idő tovább, oké. Okay. Csak azért mondom, mert most lehet, hogy jobban nem fordítanom. Az üresség felé izé szív téged, és hogy magába szív az üresség, blablabla. Most már nem mehetsz. Mi? Elengedheted? Minden lélek üdvözölve van itt. Mi vagyunk az a vászon, amire emelkedik a valóság. Nagyon sokan befogadták a fényt, de az, aki a fényben jár, az micsoda sötétséget, sötétségre áll szemben? Melyik vagy te? A sötétséget járom. Hát ezért találtál meg minket. Okosan döntöttél. Ez most egy nagy döntés volt tőlem? Ez az út az erőhöz. Küzd meg a félelmeiddel, merülj alá a sötétségbe. Oké, hadd mutassuk meg neked a világot az egy szemen keresztül. És akkor most apostollá válsz? Nem undisz apostollává? Oké, merítkezz meg az ürességben. Nézz szembe a végtelennel. Hagyd, hogy a hideg félelem felemészze a szívedet, és hogy megtestesítse a végzetedet. Mi az Istenről beszélnek nekem? Gyilkold meg a démonaidat ebben a világban. Oké, és szabadíts meg magad. Oké, 10 darab fragment kell nekik a démonokból. Oké. És akkor kapunk tőle most valami ajándékot, ugye? Megyünk vissza, és most vajon jól döntöttünk, hogy itt a sötétséggel lepaktáltam? Ez lehet, hogy hülyeség volt. Lehet, hogy nem az lett volna a cél, hogy megcsicskítsam. Egyáltalán volt bármi célom. A fene sem tudja, de viszont egy új helyen vagyok most. Állj! Nem lett volna ott egy kicsit visszább egy bridge? Az kicsoda. Hello. Ki van ott? Hallak, hogy ott vagy. Ó, ez a pátriárka. Hát azt a nevet már régóta nem hallottam. Élvezem amúgy a játékot? Nem, Bence. Ez nem teljesen egyértelmű. Ezt a részét már nem. Az eleje még jó volt. Nem gondoltam volna, hogy bárki még emlékszik erre a névre. Előtted... micsoda? Előtted fekszik az a tragikus kimenetele, amit az Ryzen nevű nép választott. Ez a szó ott a végén, az nem tudom, hogy mit jelent. Miért játszom? Mert elkezdtük. És mert ingyen volt, és mert hogyha már ingyen nekem adták a fejlesztők, akkor már tartozom annyival, hogy végigjátszom szerintem. Nem mellesleg az összes Souls-like játékot végigjátszuk, tehát azért annyira nem vicci ez a kérdés, mint a nevetős fej ott a mondatod végén. Igyekszem, hidd el, tehát hogy totálisan rajta vagyok, hogy minél hamarabb végig tudjunk menni rajta. Szia Mage, üdvözöllek! De nagyon-nagyon frusztráló, mert nem tudjuk, hogy mi van, nem értjük az egészet. Igen, én vagyok az ivadék, szavasz. Oké, hagyjalak békén, oké, szavasz. Tehát, hogy érted? Próbáljuk megfejteni a történetét ennek a gamenek, de nagyon-nagyon nehéz. Ez itt mi? Most benne vagyok rendesen a szarban. Semmi baj. És akkor kijöttem onnan lentről a barlangból, ott... Abban a barlangban lakott valami... Aha. Érdekes egy lények ezek. Menjünk inkább ide fel. Ott, mint hogyha lenne valami item ennek a sziklának a tetején. Hogy vagy Mage? Mi a helyzet? Próbálj már meg nem megcsiskítani, amíg fel akarok mászni oda. Köszönöm. Tehát milyen agresszív lények laknak erre? Na jó, hagyjuk ezt. Hagyjuk ezt, ez hülyeség volt.
Inkább menjünk ide be. Itt egy breach. A breach mindig jól jön. És most nem fog megtámadni? Wow. Értem. A breach az nem sokat segít a Radiance. Tehát a fertőzésnek a legyőzésében. Most nem azon a helyen vagyok, ahol voltam az imént. Egyébként, ahol elveszítettük a szólokat lent. Egy kicsit, de szerintem egy kicsit, de lehetséges. Hogyha itt leesnék, akkor itt felvetnék egy itemet, ugye? Yep. Jó, ne csicskítsál már, Flash. Itt valami jön. Fogalmam nincs. De legalább most már kijutottunk valahova. Legalább megyünk valahová, bárhová. Igazából senkit nem érdekel, hogy hová, csak haladjunk ebben a játékban előre. Hogy történjen valami. Annyi olyan út volt mögöttünk, amit nem értettünk meg, amit nem tudtunk összerakni. Egy labirintis volt az egész. Végre. Most valamerre legalább sikerül előre mennünk. Kicsit lejjebb esett a Radiance mérték. Egyébként nagyon szarul állunk HP-val. Hogyha boss fightra kerülne sor, akkor biztos nagyon hamar elvernének. Állítólag 10 darab izét kell, nem tudom, valamit kell megcsiskítanom és elhoznom. A... Nem tudom, valami fragmenteket mondott, nem? Lehet, hogy a lelkeket kell neki elvinnem, nem tudom. Ott van egy item, vegyük már fel. Hát hogy lehetne oda kiugrani? Hát ezzel a kis HP-val, ami nálam van, sehogy valószínűleg. De hogyha több HP-m lenne, akkor működhetne. Fixálták az árnyékokat, nézd? Hát nem, de valamivel jobb lett, mint volt. Disszertáció írásban vagyok. Jól telik a hosszú hétvége? Nagyon munkás, dolgos hosszú hétvégén van. De ettől függetlenül persze jól telik, minden szuper. Nagyon nyugis az egész. Most én törődök szüleim házánál a növényzettel és a kutyákkal, vagyis a kutyával meg a cicákkal. Úgyhogy ma is megjártam, megetettem. Kiszarosokat, olyan cukik voltak. Olyan boldogok, hogy valaki ilyenkor oda megy, megsimogatja őket, meg minden. Nincs otthon senki, teljesen kétségbe vannak esve, hogy hol lehet a család. Tudod, ilyenkor nem is nagyon akarnak enni. Kutyákra ez tökre jellemző, hogy amíg a gazdi nincs otthon, addig nem is eszik. Cica. Úgyhogy, ja. Hát meg mire végig locsoltam azt az írdatlan nagy kertet, tehát Jézusom. 9:29 elérkezett az idő arra, hogy tovább haladjunk a következő játékra. Mikor lesznek csajok a játékban? Hát jó a kérdés. Semmi nincs egyébként, amit eddig fel tudnék fedezni, bármire is hasonló lényeket, amiket esetleg akármihez is társíthatnék az emlékeimből. Jó szarul állunk HP-val is, de legalább tudtunk a fegyvereinken fejleszteni, nem? Tehát azért ez is már egy kisebb... kisebb siker. Nézd, már itt van a Nesrin, azt a mindenségét. Hát te meg? Örülök neki, hogy jöttél. Remélem, hogy jól vagy és hogy minden szuper nálad. Adjatok nekem egy pisi szünetet, utána pedig a Fall Guys-ba bemegyünk és szétverjük az összes 6 évest bosszúból azért, amit itt kellett átélni a Hellpointban. Az a hell ott a címben, az megállja a helyét, egyre inkább érzem úgy, hogy megterhelő a játék és nehéz, és viszont azt is érzem, hogy félbehagyni, ha már szólsz, bunkóság lenne és magammal történő kiszúrás, mert akkor meg állandóan mindenki a szememre vethetné, hogy, hogy azt a szart, azt nem vitted végig, azt a szólsz-like-ot, és minek utána az összes szólsz végigvisszük szerintem. Ez is menni fog. Csak meg kéne nézni, hogy tényleg mi van még előttünk. Mit kell még teljesíteni ahhoz, hogy elérjünk a játék fő bosszához. Nem is akarom látni az összes bosszt, már nem érdekel. Hiszen láttunk eddig eleget. Láttuk, hogy mennyire egyszerűek. Talán a második boss volt a legnehezebb eddig, amivel találkoztunk. PC-n tolod? Igen. Igen. Na, egy kis türelmet kérek tőletek, jó srácok? Addig kaptok mémeket nevetni. Köszönöm szépen a VOD nézőknek, hogyha esetleg megtekintették, remélem, hogy ti több örömöt fogtok lelni a játékban. Nem annyira rossz, de a jótól messze áll. Na csók!